Csak átmeneti megtorpanást okozott a járvány a munkanélküliség alakulásában, így kommentálták elemzők a KSH napokban közzétett adatait. Szakértők szerint az már a gazdaság újraindulását jelzi, hogy májusban némileg emelkedett a foglalkoztatottság szintje. Vannak persze lassabban magukra találó gazdasági ágazatok, mint az idegenforgalom vagy a rendezvényszervezés, de az itt felszabadult munkaerőt más ágazatok is felszívhatják. A Központi Statisztikai Hivatal friss számai szerint májusban átlagosan 4,4 millióan voltak foglalkoztatottak, a munkanélküliek átlagos létszáma 215 ezer volt, míg a munkanélküliségi ráta 4,7%-os volt az év 5. hónapjában. Elemzők az adatokból azt emelik ki, hogy érezhetően kezd magára találni a gazdaság, ami abból látszik, hogy májusban nem esett, hanem némileg nőtt a foglalkoztatottság idehaza. Az is jól látszik, hogy gyors lefolyású és átmeneti megingást jelentettek a tavaszi vírussal kapcsolatos fejlemények. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat is bemutatta adatait, amikből kiderül, hogy a 15-24 éves munkanélküliek rátája messze a legmagasabb, 12,4%, míg a legjobb munkavállalási korban lévők mutatója 3,8%. Közben az 55-74 éves munkanélküliek száma alig változott, rátájuk 2,5% volt. A 4,4 millió állásban lévő munkavállalói létszám nem rossz adat, hiszen 31 ezerrel több, mint az előző hónapban. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 48, a közfoglalkoztatottak mennyisége 26 ezerrel csökkent egy év alatt. Külföldön is kevesebben dolgoznak, mint egy 23 ezerrel. Ők elveszítették külföldi munkájukat, és nem a hazai gazdasági folyamatok következtében váltak munkanélkülivé.